Nemrég fejeződött be az újbudai Mogyoróskert bölcsöde több helyiségének teljes körű felújítása. Ennek utolsó lépéseként a Katica csoport újjávarázsolt fürdőszobáját adták át a gondozók és a kicsik számára szeptember 17-én. Az eseményen dr. László Imre polgármester és Bakai Nagy Zita alpolgármester is részt vett. A 2023 őszén indult projekt közbeszerzési eljárás keretében 56 millió forintból valósult meg. Most, ha megnéznénk egy másik csoportszobának a fürdőszobáját, ott azért lehet látni, hogy az idővasfoga őt megrágta. Itt, ha körbenézünk ebbe a fürdőszobába, itt kicserélésre került a burkolat, a csempék, átalakításra kerültek a kis mosdónak a helyei, átalakításra került a pelenkázóasztalnak a helye, és én azt gondolom, hogy ezzel a kollégáknak a munkakörülménye is javultak, sokkal nagyobb rálátás van a csoportszobában játszó gyerekekre, például a gyerekeknek könnyebb a WC használat, könnyebbé vált a mosdó használat, hiszen úgy alakítottuk ki, hogy a szakma szabályainak teljes mértékben megfeleljenek. A most üzembe helyezett fürdőszoba mellett idén az intézmény hosszú folyosóját, három kiszolgáló helységét, egy felnőtt és egy dolgozói öltözőt, illetve egy raktárat és egy szülői várót is rendbehoztak. Az 1968-ban épült ház korszerűsítése meglehetősen időszerű volt már. A legnagyobb problémát a nedves falak és a rossz állapotban a padlószint alatt lévő rendkívül elrongálódott csatornahálózat okozta, amelyet teljes mértékben feltártak és helyreállítottak. Olyan szinten, hogy a külső részen is a folyosón egy ilyen szerviz-akna-szerű részt találtak, amit fel kellett tölteni, és arra tudtak újra betonréteget rárakni, és arra tudták a térkövet vagy a követ ráhelyezni. Jövőre a tervek szerint a másik két csoport fürdőszobája is felújításra kerül.